A Filharmónia minden évben újdonsággal is kedveskedik a közönségnek. Egy kortárs szerbiai zeneszerző Božidar Trudić művét is repertoára tűzték. Az esten Kovács Éva vajdasági származású szoprán énekesnő és Cseh Antal szegedi bariton művész lépett fel néhány ismert áriával. Igazából nekem nem sok vajdasági fellépésem van, úgyhogy nekem ez egy külön öröm és megtiszteltetés, hogy felkérést kaphattam ezzel a szimfonikus zenekarral az újévi koncertre. Nagyon örülök neki. Egyre nagyobb körben és egyre nagyobb vonzáskörzetből jönnek emberek, és ahogy hallom, gyakorlatilag minden jegy elkelt, tehát hogy egyre többen érdeklődnek, utána egyre jobban elhíresül ez a szokás, ami itt elindult Szabadkán. Jován Kolundzsi a világhírű hegedűművész előadásában cigánydalokat hallhatott a közönség. A vendégeket Sasa Vucinic polgármester köszöntötte, hangsúlyozta, hogy a Szabadkai Filharmónia tiszteletben tartja a hagyományokat, de az újdonságra is nyitott.